A Mi Hazánk mozgalom határozottan kiáll a posta, a MÁV és a Volán dolgozói mellett, illetve a vízügyi szolgáltatásban és a villamosenergia ellátásban dolgozók mellett is, mert úgy tűnik, megint csak becsapják őket, megint csak semmibe nézik őket. A fent említett vállalatok mintegy 150 ezer dolgozója január óta hiába várja, hogy megkapja a jogos bérfejlesztést, a jogos fizetésemelést. Tulajdonképpen azt látni, hogy az őket képviselő szakszervezetek elképesztő türelemmel és a jogos munkavállalói indulatokat is magukon viselve várják, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Olvasható ez egyébként az egyik postai szakszervezet közleményében. Eddig ugye arról volt szó, hogy ígérgettek, elakadtak a tárgyalások, most már erről sincsen szó, egész egyszerűen arról van szó, hogy nincsen válasz. Tehát nincsen konkrét válasz, hogy mi lesz január óta a fizetésemelésükkel. Na most a Mi Hazánk mozgalom szerint az egyik legmegdöbbentőbb az egész történetben az az, hogy a szakszervezetek átlagosan mintegy 6%-nyi béremelést szeretnének kieszközölni. Még ez sem sikerül egyébként, de ez a 6% ez szinte nevetségesen alacsony, ez semmire nem elegendő. Csak hogy a postánál maradjunk, mint példánál, egy postás vagy a minimálbérért, vagy pedig a garantált bérminimumért dolgozik, az előbbi nettó 110 ezer forint, az utóbbi pedig szintén nettó 145 ezer forint, ez nagyjából az égvilágon semmire nem elegendő. És egyébként még visszatérve az elakadt tárgyalásokra, a munkáltatók, tehát az állami cégeknek a vezetői a kormányra hálítják a felelősséget, mondván mégiscsak az állam a tulajdonos, és nekik kellene valamit tenni, de kettőn áll a vásár. Tehát ez igaz, az állam valóban nem becsüli meg a dolgozóit megfelelően, viszont ők, a munkáltatók sem törték össze magukat finoman szólva, hogy bármi változást is elérjenek. Összességében tehát azt lehet mondani, hogy csak úgy, mint a postánál, úgy a többi állami vállalatnál is olyan mélyreható, strukturális szintű változásokra lenne szükség, amely alapot biztosítana arra, hogy legyen elég forrás, és hogy maradjunk a postánál, mert arra van a leginkább rálátásom. Nyugodtan meg is szüntethetnénk az igazgatóságban azokat a munkaköröket, amelyek ugyan érdemileg az égvilágon semmit nem tesznek hozzá a posta működéséhez, viszont maguk között akár havi szinten milliós prémiumokat osztogatnak. Bankárszellemiség és a dolgozók kizsákmányolása helyett az állami vállalatoknak, a dolgozóinak megbecsülést szeretnénk, és a Mi Hazánk mozgalom szolidaritásáról biztosítja őket, és minden tőlünk telhető eszközzel harcolni fogunk azért, hogy ezeket az igazságtalanságokat felszámoljuk. De az egész jelenség messze túlmutat önmagán. Rámutat arra, hogy a Fidesz urambátyám rendszerében épp úgy lenézik a tisztességesen dolgozó magyarokat, mint azt korábban a baloldali kormányok alatt tapasztalhattuk, mert ők sem voltak különbek. Tehát ők is ugyanúgy a nemzetközi nagytőkét és a multik érdekeit nézték, és a szociális érzékenység, amelyet oly gyakran hangoztatnak, nem volt más, mint olcsó, kiüresedett és hazug frázis. A Mi Hazánk mozgalom viszont elsőrendűen a dolgozó magyar emberekre épít, nekünk ők a szövetségeseink, és hogyha felhatalmazást kapunk tőlük, akkor el fogjuk söpörni az elmúlt 30 év hazug, káros, gátlástalan gyakorlatát, és olyan körülményeket fogunk teremteni, ahol az ember az első, a magyar dolgozó az első, és nem pedig az embertelen, és minden emberi értéket maga alá gyűrni igyekvő profitéség, az a szemlélet, ahol az ember már nem mint személy, csak mint úgynevezett humán erőforrás, na ezt a szemléletet fogjuk mi gyökerestől kitépni.